és elmúlik minden, mit önző szíveddel itt lenn, megszerettél és megcsodáltál. Régi életed zilált kerete, tüskés bozótja, csalfa reménye, fájó szerelme, ábrándos álma, s a féktelen ifjú tombolások, tavaszok, nyarak, bánatos őszök, mind elmúlnak. Sárguló lombok zizegve hullanak lábait elé, megadva maguk. Elhagy a barát, és az ellenség is elhagy. Az élet minden édes melege megfagy. Elnémul ajkadon az örömének, virágillattal együtt száll el a gyermekcipős, gondtalan élet. Ifjú álmok mézédes nedűje, a férfikor dele, fénye, ereje, nem értek terve, elmúlik mind. Ruhát kopik, az arcod durva lesz, síma homlokod, gondok, félelmek, fájdalmak ekéje szántja, görnyed a hátad, és vézna lesz a tested, nehézzé válik durva, nagy kereszted, s ha leroskadtál kereszted alatt, mentőkezek, éretted, nem nyúlnak, s mikor mindezek, végképp elmúlnak, közel a leszámolás napja. Akkor majd úgy látod, semmit sincs, mit viszel magaddal. Ha minden elmúlik, mi marad néked? Megmarad könnyed, mit másokért sírtál, sóhajod, mit zokogva égbe bocsátottál. Betegek, bénák, kórházágya mellől megmaradnak az égő hőimák. Simogató, könyvtörlő kezed elfelejtett jótéteményei. Megmaradnak vígasz szavaid, és lelkedben a lángoló szent hit. Sebkötözésed, önfeláldozásod, alamizsnát nyújtó, forró szívjóságod, és lelkedben az igaz szeretet. Az marad meg, amivé Krisztusban lettél, az marad meg, amit Krisztusért tettél. Jézus előtted, mert
Szeretettel köszöntöm a testvéri közösséget, és mindazokat is, akik a neten kapcsolódnak most hozzánk. A Biblia tanulmányainkban, ebben a negyedévben a Zsoltárokról tanulunk, és úgy gondoltam, hogy ezen a szombat délelőttön én is ehhez kapcsolódok, mégpedig egy olyan Zsoltárt, amiről a tanulmányunk már úgy érintőlegesen szólt, de ennek a tanulságait szeretném, ha ezen a délelőttön átgondolnánk. Ez a 73. Zsoltár. Az első verstől idézem. Bizony jó Izraelhez ad Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek, de én már-már meghanyatottak a lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látva gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége a kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kín ülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy tele pohár vizet szürcsölnek, és mondják, mint tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Íme ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyon gyűjtenek. Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és most a ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértém azoknak sorsát. Bizony síkos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha felserkenünk, te uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mind örökké. Mert ími, akik eltávoznak tőled, elvesnek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem, az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Könnyen követhető gondolatsor ez a Zsoltár. A Zsoltárok olyan emberek élettapasztalatai, akik különféle élethelyzetekbe kerültek. Nem úgy születtek a Zsoltárok, hogy egyes tehetséges emberek ihletés, vagy másként szólva flauba kerültek, és ömlött elő belőlük a változatos szép gondolatok sokasága. Nem. A Zsoltárok hívő, Istent ismerő emberek tapasztalatai, amelyek különféle helyzetekben jöttek létre, vagy örömben, vagy szerencsétlenségben, vagy nehéz helyzetben, amikor nem tudták, hogy most mi lenne a helyes. Ez a Zsoltár is bizonyos értelemben igaz. Ez a Zsoltár egy nagyon-nagyon tanulságos élettapasztalatról szól. Mert arról szól ez a Zsoltár,
hogy mennyire másként látja az ember az élet dolgait, ha csupán a realitásokra tekint. Azt nézi, hogy hogyan történnek a dolgok emberek életében. Hogy kinek, mondjuk egyszerűen fogalmazva, hogy kinek hogy megy az életben. És ugyanaz az ember, amikor Isten közelségébe jut, akkor pedig meglátja a dolgok valóságát, mégpedig Isten nézőpontjából. Ezért, mivel ilyen tapasztalata minnyájunknak lehet és bizonyára előfordul, próbáljuk végig elemezni ezt a zsoltárt, és ennek a tanulságaira, intelmeire, tanácsaira, és különleges áldásaira odafigyelni, ígéreteire. Azt mondja a zsoltáros, hogy bizony jó az Úr Izraelhez. És ez tökéletesen igaz. Hát, ha tanulmányozzuk Izrael történelmét a Ószövetségi Szentírásba, azt látjuk, hogy így van. Hát elhívta az ősatjukat, Ábrahámot. Mennyi áldott tapasztalatot adott néki. Majd pedig letelepítette az ő utódait Egyiptomba. És onnét csodálatos módon hívta ki őket, vezette ki őket. És ez tényszerű valóság. Megnyitotta a tengert előttük. És pont ott, ahol senki nem gondolta volna, de a mély tengerben egy hágó volt, egy magaslat, ami átvezetett. És nem 100 meg 100 méteres vizek voltak. Az isteni gondviselés vezette oda őket, és hatalmas szabadítást adott. Megszaporította őket, kivezette őket, és letelepítette őket Kánaán földjén, de előbb még a pusztában. Eltartotta őket 40 évig, ott, ahol azt mondhatjuk, hogy az élet felső határán túli terület, és ezt nem csak a Bibliával olvashatjuk ki, hanem látunk róla dokumentumokat. Nekem még az is megadatott, hogy saját szememmel láthattam, és figyelhettem, hogy milyen világ az. Imittam ott egy-egy tamariszkusz fa, aminek vannak bogyói, de semmi. Ott nem lehet élni. Isten tartotta meg őket. A bírák korát, ha nézzük, szintén azt mondhatjuk, hogy jó volt az Úr Izraelhez. Hányszor könyörült rajtuk, újra meg újra. Nem jutott el odáig, hogy elegem van belőletek. Nem teszek már értetek semmit, nem. Ez csak akkor történt meg, amikor megölték a megváltójukat. És még ott volt egy kis idő, 3,5 év, a Szentlélek isteni hatalma által küldött csodálatos evangéliumot, megmentő üzenetet elutasították. Nem volt miért tovább Isten népének maradni. Ezt mi is elmondhatjuk a hetednapi adventi nép múltjára nézve, hogy jó az Úr hozzánk. Ezért fogalmazta meg úgy az Úr szolgája összegzésként, hogy nincs félnünk a jövőtől. Kivéve, ha elfeledkezünk az útra, amelyen Isten vezetett bennünket, és biztosítást kapott, hogy velünk marad mindvégig. De ezt azért elmondhatja minden igazán újjászületett, szívből megtért hívő keresztény testvér, a saját múltjára nézve. Elmondhatja azt, amit Jákob, akinek sok-sok keserűség is volt életében, de elmondta, hogy Isten az, aki gondot viselt rólam, amióta vagyok, minden mai napig. És hát ismerjük, mint hívő emberek az Úr ígéreteit, az Úr igéből, amit adott nekünk. Ha csak szóban idézek néhányat, ott a 91. Zsoltár. Ott a 91. Zsoltár, amely különleges ígéreteket tartalmaz. Elesnek mellőled 1000-en. Jobb kezed felől 10000-en, mivel a felségest választottad hajlékoddá. Micsoda ígéretek! Ott van az Úr másik ígérete, amiket úgy általában könyv nélkül tudunk, nagyon jó. Ne félj, mert én megváltottalak. Neveden hívtalak. Tudok mindent rólad.
Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítlek, sőt, megsegítlek. Nem kell, hogy a halál félelmeivel nézz szembe. Még olyan körülményekben is megőrizlek, hogyha tűzön mész át, vagy vízen, megtartalak téged. Miért? Nem azért, mert megérdemled. Sokféle bűneid miatt éppen ellenkezőjét érzed. De azt mondja az Úr, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, még ha meg is legyezged bennünket. Mert gyönyörködik az irgalmasságban. Mégis néha kísértenek minket is ilyen gondolatok, mint a Zsoltár szerzőjét, hogy bizony jó Izraelhez Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. A tiszta szívűekhez. Így érezzük esetenként mi is, mert elvben valljuk mindezeket igaznak, de mégis ennek ellenére félelem, kétely, csüggedés, szorongás gyötörheti a lelkünket, a bennünket érő dolgok miatt, események miatt, próbák miatt, nehézségek miatt. És akkor úgy érezzük, hogy sokféle bűneink, vétkeink, mulasztásaink miatt ezek ránk nézve nem igazak, nem vonatkoznak. Hát hogy vonatkozna rám? Csak a tiszta szívűekre, azokra, akik hűségesebbek. És akkor jönnek a gondolatok. De akkor másként is elkezdünk gondolkozni, elkezdhetünk gondolkodni, hogy lehet ez? Hol van az igazság? Még a nálam rosszabbnak is jobb helyzete van az életében. Jobban megy neki. Hol van az igazság? És jönnek ám a gondolatok, jöhetnek. Hogy lehet az, hogy ennek az embernek, X testvérnek minden sikerül az életben? Hogy ez milyen jól áll anyagilag, hogy mennyi mindent tud megvásárolni, hogy mennyit jár külföldre, hogy van pénze nyaralni, hogy ez mindenre meg tud válaszolni, hogy ez mindig tud örülni, hogy ez milyen jól öltözködik mindig, hogy ez semmi baj nem éri, hogy ez milyen jól kifogta, milyen jó házassága van, és így tovább, és így tovább. Bezzeg nekem, nem sikerült semmi. Jöhetnek ilyen gondolatok. Milyen igazságtalan az élet? Azt mondja, de én már-már meghanyatlottak lábaim. És kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak. Majdnem elestem, elfordultam Istentől. Ez azt jelenti. Miért? Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok jó szerencsét. Igaz lehet ez? Van ilyen ige, hogy irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik? Igen. De mikor kívánkozik erre? Amikor csak a szemeimmel nézek, és a szívem, a hitem, az Istennel való tekintésem nincs ott, akkor történik ez, mert máskor nem enged a lélek ilyen érzéseknek sem. Nemhogy megérzéseknek, megszólásoknak, és így tovább. Mégis, visszatérve, milyen különös varázslat ez. Mert időnként elfogja az embert ez az érzés, hogy hogy lehet ez? Jézus azt mondta, hogy övé minden hatalom menjen a földön. És hogy veled vagyok, veletek. Nem csak úgy ámblunk a közösséggel, velünk van, velem van. Minden napon a világ végezetéig. És az Úr más ígéreteket is adott, amelyben biztosít az ő szeretetéről, az ő együttérzéséről, az ő támogató segítéséről. Akkor miért tapasztalunk időnként mi mást? Azért, mert méltatlanok vagyunk rá. Csak a tiszta szívűeknek szól. Nem imádkozunk elég komolyan? Nem vagyok elég fontos az Úrnak?
Vagy sokkal több dolog érvényesül úgy emberi akarati szinten, Isten nélkül. Bizony, minden időben kérdés volt ez. Minden időben kérdés volt ez. Csak szóban idézek igéket, helyzeteket. Malakiás 3. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr. Mit szóltunk mi keményen? Válaszolnak a zsidók a profétának. Hát azt mondtátok, hogy hiába valad Isten szolgálata. Mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit? Sőt, magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket. Megszabadulnak. Noha kísértik az Isten, gyarapodnak. És az Úrnak tisztelő és tanakodnak, mert nem értik, nem értik ezt. Még a másik próféta sem értette, Jeremiás 12-ben. Igaz vagy, Uram, ha perlek is veled. Ezért hadd beszéljek veled peres kérdésekről. Mi a kérdése? Hát miért szerencsés az Isten terenek útja? Miért szerencsés? Hát ezt a kérdést veti fel. És újra meg újra előkerül. Hát ha Habakuk prófétát idézem a Bibliából, hát döbbenet, hogy miket ír le az első fejezetben. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltesz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, per keletkezik, és versengés támad. Inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet. Tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Megrendítő kérdések ezek. Hát, vagy említhetünk például Nábót esetét, ismerős, ugye, amikor a szőlőjét hogy vették el. Mi is esetenként igaznak véljük, másokra nézve, amit a Zsoltáros itt a 4. verstől egészen a 9. versig elmond, hogy halálukig nincsenek kínjaik, gúnyolódnak, gonoszságot szólnak, égre tátogatják szájukat, nyelvük eljárja a földet, és így tovább, és így tovább. És egy keserű, fájó megállapítás, hogy azért fordul ide a népe, mert tele van a pohár. Hát jó megy nekik. És mondják, mint tudhatná ezt az Isten? Van-e a magasságosban értelem? Egyházi elöljárótól hallottam rég, a rendszerváltás előtt. Ha ez mind igaz lenne, amit a Biblia mond, engem már rég agyon sújtott volna, mert annyi gonoszságot követtem el. El lehet ide jutni. El lehet ide jutni. Döbbenetes. És azt mondja, hogy ezek gonoszok és örök biztonságban vagyon gyűjtenek. Mit lát az emberi szemeivel? Milyen megállapítást tesz? Ilyen. És aztán jön a dilemma. Hát megéri, hiába tartottam tisztán szívemet. Hát engem a lelki ismeretem állandóan késztet és megfed, és így tovább, és így tovább. És aztán mire jut? Hogy gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog szemeimben. Meddig? Még nem bemenék az Isten szent helyébe. Először is azt mondja, megértettem azoknak a sorsát. Megértettem azoknak a sorsát. Testvéreim, időnként talán mi is engedjük, hogy meggyötörje lelkünket hasonló gondolatsor. Hogy talán irigység ébred bennünk mások látszólagos jó szerencséje miatt. Vagy talán boldogtalannak érezzük magunkat, mert mások olyan boldogok. Vagy elhagyatottnak Isten részéről mások támogatottsága miatt. Engedjük szenvedni magunkat mások megbántása miatt. Talán félremolulunk, elhúzódunk,
mert megbántottak, ezt mondták, mintha Isten is ezt akarna, hogy ezt tegyük. Vitatkozunk magunkban, milyen ferdén szemlélünk dolgokat. De mennyire megváltozik minden, amikor az Úr jelenlétébe kerülünk, amikor elcsendesedünk, és a Szentlélek megvilágítja a mi elménket. Hát milyen tapasztalatot nyert az az ember az Úrtól, aki önmagát halálra szánta? Egy hatalmas prófét, aki ma a mennybe van. Illés! Nézzük meg a Kármel hegyét. Micsoda hatalmas tapasztalatot nyert. Tűz szállt alá az égből imádságára. Micsoda délután és micsoda alkonyat volt ez. De mennyire igaz, amit az Úr szolgálmon, hogy a hit dicső győzelmei után az ember életében visszahatás áll be. Arról a magaslatról lezuhant úgy lélekben. Egy holmi Jézabel üzenetére, hogy az Istenek úgy segéljenek, a Baál Istene és Asterót, így, hogy én ugyanezt teszem veled, elkezd menekülni. És amikor elment egy bizonyos távolságra, akkor rádöbben, hogy Istenem, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Hát ezt csináltam. Hát mit tettél tegnap? Hát én ezelől elmenekültem, mert féltettem az életemet. És az Úr nem hagyta magára. Kétszer is elküldte angyalát. Aki nem fárad bele, hogy másodszor is azt mondja, hogy kelj fel, egyél is így el. De akkor már hozzátette, hogy erőd felett való utad van. Az Úr kitágította az ő biológiai erejét, mert egy pogácsától meg egy pohár víztől senki nem megy, 40 nap, 40 éjjel. Elment a Hórep hegyéig. És ott az Úr szólt hozzá, hatalmas jeleneteket látott. Tűz jött, szélvihar jött, földindulás jött. Az Úr nem volt ott. Majd pedig egy halk, csendes szó szólt hozzá, amikor is befette a fejét és elcsendesedett. Nem ezek a külső dolgok hozták meg a nagy változás lelkébe, hanem az Úr szelíd lágy hangja, szelíd halk hang. Mit érthetett meg Illés? Hogy Isten nem mindig a nagy történésekben nyilatkozik meg, mert ott a Kármelon ez volt, hatalmas történés. Tűz szállt alá az égből, megemésztette az áldozati állatot, az oltárt, a köveket, minden. Olyat még a világ nem látott. Nem mindig ilyen dolgok történnek. És amit megértett az, hogy az egyedül helyes magatartás, kételkedés nélküli szilárd hit és mélységes bizalom a látszatok ellenére, de mindenkor, a szárnyoló örömök idején is, a legmélyebb csüggesztő helyzetekben is a szilárd mély bizalom. Az a prófécia szól rólunk, hogy itt van a szentek álhatatossága, és akik megtartják Isten parancsolat és Jézus hitét. Sokszor nem utalunk arra, hogy a Jézus hitébe beletartott, hogy ott a keresztván mind ment keresztül lélekben. Semmit nem látott át a halálon túl, félt, hogy a bűn büntetése olyan súlyos, hogy örökre elszakad az atyától. Mégis bízott az atyába. Lehet, hogy eljutunk oda majd az idők legvégén, hogy a körülményeink olyan csüggesztőek lesznek, hogy itt nincs más mód, mint a pusztulás. Mit csinálunk akkor? Bízunk akkor is. Isten adjon erőt. Senki nem olyan erős ma, hogy ilyen hite legyen. De akiket Isten hatalma őriz hitálta, az ő hatalma meg tud őrizni. És ebben bízzunk, nem az én pillanatnyi hitemben, hanem az ő ígéretében. Testvérek, ezeket visszatérve, mindjárt megtanulhatjuk. Soha ne azt nézzük, hogy mi van másokkal. Mert akkor elkezdjük hasonlítgatni a mi életünkkel. És akkor vagy igazságtalannak érezzük az gondviselés kezét, vagy hiányosnak, vagy úgy érezzük, hogy nincs is gondviselés. Szerencse, véletlenek vannak. Rámenőség és ügyesség kérdése az élet alakulása. Ehelyett emeljük fel szemünket, szívünket, lelkünket Istenhez. Keressük őt alázatos gyermeki könyörgéssel.
és csak hamar új arányok és új értékrend kezd tükröződni bennünk. Szeretném, ha ezt értenénk. Új látás! Mindenek előtt mély bűnbánat ébred bennünk, és ezt mondjuk, mint a Zsoltárs, hogy ha keseregne szívem, és háborognának veseim azért, mert másoknak jobban megy, mert egészségesebb, mert ilyen, meg olyan, meg gazdag, meg mindene van, hát akkor balgatag és tudatlan volnék én te irántad. Meglátjuk azt, hogy mennyire mulandó a földi dolgok. Mindent a kívánság vezére. Nagyság, gazdagság, pénz, gyönyör utáni sóvárgás. De világ elmúlik minden kívánság is. És az ember is elmúlhat azon az éjszaka, vagy nappal, bármikor. Jézus azt mondta, mit használ, ha az ember az egész világot megnyerni? Semmi. Ha a lelkében kárt van. Kár volt mindenért. És akkor ezeket látjuk. Nem fogunk már irigyelni senkit sem látszólagos előnyeikért. Szívből tudjuk kívánni életükre Isten áldását. És szívből tudjuk sajnálni, ha azt látjuk, hogy nem járnak az Úr útján, mert a földi élet nagy dolgai, a gazdagság, családság, az élet gondja miatt alig van érintőleges közösségük, a gyülekezettel vagy Istennel. És szeretnénk segíteni rajtuk. Ahelyett, hogy netán ilyet mondanánk, mint egyik atyapi, hogy adna már az Úr rájuk is valami csapást. Hallottam. És ha netán ez megtörténik, akkor pedig ne nyugtázzuk, hogy hát nekik sem sikerülhet minden elvégre. A hívő ember a legkisebb mértékben sem nyugtázza, hogy nekik se sikerülhet minden, és ha baj éri, hanem sajnálja és fájlalja. És Isten közelségébe kerülve tudjuk ezt mondani, hogy kicsodám van az egekben. Kicsodám van az egekben. Testvérek, fogalmazzuk meg magunknak. Hát kicsodánk van az egekben. Személyesen nekem ki ő. Nem egy gyülekezetnek, egy Bibliának, egy egyháznak, hanem nekem ki ő. Hát ő a teremtőm, ő adott életet, nem? Vajon minden reggel nincs benne az imádságunk, vagy köszönöm Uram az életet, és hogy megtartottál még éjjel is, és felébresztettél egy új napra. Szívből köszönöm. De nem csak ezt köszönöm meg, hanem úgy a nagyobb dolgokat, ami csak eszembe jut, az ő gondviselését. Hát kicsoda ő? Azt mondhatnánk, hogy a legjobb és leghűségesebb barát, ami megváltunk. Na nem olyan szinten, hogy barát és barát majd, hogy nem egyenlő szinten, nem. Erkölcsi értelemben. Akiről azt mondják, mint az igaz barátról, hogy minden tud rólam, mégis szeret. Azzal együtt, aki tudja, hogy ki vagyok, mi vagyok. Ilyen a megváltó. Minden tud rólunk. És soha nem fordul el tőlünk. Nem hagy cserben. Soha nem szolgáltatja ki a rábízott titkainkat. Hát ő nem mondja el. Nem ad ki minket soha senkinek sem. Ő az, aki mindenki másnál többet tett. Hát életet adott. Lehajult hozzánk. Eljött, emberi szinten jelent meg. A teremtnő, teremtményi szinten, végtelen magasságból. Micsoda önmegalázás volt ez. Nem tudjuk felfogni sem. El tudjuk mondani az ige alapján, hogy micsoda önmegalázás volt ez. És mit szenvedett a teremtő a teremtményeitől. És nem egy pillanat alatt eltüntetett ott mindenkit. Hát már ne. Hát nem így gondolkozik az önérzetes ember. Hát már ne. Hát az Úr nem tette ezt. A végsőkig. A végsőkig. Ő az, aki megteszi velünk a próféta Jeremiás kérését, hogy pereld meg Uram lelkemnek perét, és váltsd meg életemet. Pereld meg Uram lelkem perét.
és imádkozhatjuk személyesen. Naponta, pereld meg, Uram, lelkem perét, váltsd meg életemet. Ő az, aki nem gazdag életet, meg jó módot, hanem ilyen perspektívát állított elénk, amit nincs világ és hatalom, amely ígérhetne. Dániel, de a magasság, és ezt az egyik angyal mondja, de a magasságos egeknek szentjei veszik majd az országot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké. 27. vers, az ország pedig és a hatalom, és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének, az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Egy ilyen jövőképet tárad úr elő. És ezek az Istennek igaz bizonyságai. Ő az, akit tehát legszentebb szeretettel szerethetünk. Ő az, aki megtanít minket szeretni a tiszta szépséget, az irgalmasságot, a tiszta szívjóságot. Nem bibliai parancsra tesszük ezeket, hanem ez az örömünk, és ebben vágyunk élni. A szeretet, a jóságosság, a kedvesség, és így tovább. Ő az, aki biztos védelem mindenkor. Elmondhatom, hogy bármikor, bárhol, bármilyen helyzetben vagyunk, hozzá kiálthatunk. Nem is régen történt, kétszer is, éjszaka. Arra ébredek, hogy nem tudom, hogy mi van, de így kiáltok, előbb még nem bírtam, de utána. Jézus segíts, Jézusom segíts. Felébredtem, megőrzött. Az Úrhoz fordulhatunk, bármikor, bármilyen helyzetben, és ott van közel, ő azonnal át, ha úgy tetszik, át tudja hidalni a mérhetetlen távolságokat is. Ha nem tudná, akkor nem alkotta volna is. És azt mondja, azonnal lefut az ő rendelet a földre, de közel van hozzánk. Ő az, aki védelem mindenkor. Ismertem olyan testvérnőt, aki szívbeteg volt, egyedül élt, mennyi tapasztalatról beszámolt. Hogy milyen különleges módokon tapasztalta meg az Úr megőrzését. Mikor azt kérdeztem, hogy Mária drágát, nem félsz így egyedül? Nem. Bízok az Úrba, hogy egyszer lezárul a szemem, tisztában vagyok vele. De hányszor is, akkor mesél dolgokat, hogy milyen különleges utakon, módokon jutott el hozzá a segítség, az isteni gondviselés által. És ez így van. És ezért azt mondja itt az ige a 26. versben, hogy ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mindnyájunkkal ez történik? Elfogyatkozik? Igen. Elfogyatkozik testünk, elfogyatkozik szívünk, a külső, a belső, az elmúlik. Néhány évtized, és letűnik az ember. Lelépünk az élet színpadáról. Vagy így, vagy úgy, ahogy Shakespeare fogalmazott. De ha elfogyatkozik is, nem addig tartott a reménységem, amíg a tekintetem előre látott, hogy majd ekkor lehet, hogy megélem a 100 évet. Nem. Hanem azt mondja, hogy szívemnek kősziklája, ahová menekülhetek szüntelen. És az én örökségem, nem az, amit apámtól, szüleimtől, rokonoktól, nagyszülőktől kaptam. Az én örökségem, te vagy, ó Isten, mind örökké. Azt mondja, akikre irigykedett, hogy ími, akik eltávoznak tőled, elvesnek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. Azt mondja az Úr igéje, aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik a maga lelkén. Aki gyűlöl engem, szereti a halált. Isten senkire nem erőlteti beszédét. Feltárja az életet és a halált. A megváltást az ember számára és az ember saját szabad akaratú döntésével fogadhatja el. Vagy egyiket, vagy a másikat. És itt a végén a 28. vers, de én
Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. De ez már egy egészen más kezdet, mint az elején. Hogy jó az Úr Izraelhez, de én, mert láttam a gonoszok szerencséjét, hogy boldogulnak. Nem, amikor mindezt átgondolja, az Úr jelenlétében azt mondja, de én, Isten közelsége, ó igen, jó nékem. Igen, az Úr közelében látja meg az ember, hogy az élet, az emberi sors összessége, a látszólagos előnyök értéke egészen más megvilágításba kerül. Isten nélkül, tőle eltávolodva a világ összes jó szerencséje, ha valaki mondjuk ma este megnyeri a lottó főnyereményt, úgy tudom, hogy nagyon nagy milliárdok vannak már. Nos, a világ összes jó szerencséje, egyébként szerencsétlenül szoktak járni a főnyereményt elvívők, mindegy. De az összes boldogsága, ez látszólagos érték csupán, amely mulandó, mint minden a bűn világában. És már láttunk ilyet, hogy amely sokszor akkor vétetik el az embertől, amikor még nagyra látó tervekkel van tele. Egy pillanat alatt elvétetik. Mindennél boldogítóbb az Úr szeretete, az ő közelsége. Mert földi életünk örömei, boldogsága és minden értéke egészen más jelentőséget kap. Istenhez való kötődésünk, tartozásunk, a szent és biztonság érzés nyújtó hátteréből tekintünk mindenre. A legfontosabb nekünk az ő szeretete, és ebből tekintünk mindenre. Ebből a nézőpontból. Ez fakasztja fel ajkunkról minden nap a szívbéli hálát és köszönetet mindenért. Ami megélhetésünkért is, nem, de akik nyugdíjasok vagyunk, vagy bármilyen élethelyzetben, a gondviselésért. És ez adja nekünk a szilárd és tántoríthatlan reménységet a jövő iránt. És ez késztet arra is, hogy hirdessük Istennek minden cselekedetét. Hogy hirdessük. Feleségem itt ül velem szembe, és amikor baleset ért, két nap múlva behozta a Bibliámat a kórházba, és én még soha nem kértem azt, hogy Uram, így, hogy Uram, adj valami tanácsot, és kinyitom a Bibliát. De akkor ezt kértem. És akkor hol nyílt ki? A Biblia közepén. Mert a 118. Zsoltár a Biblia közepe. És hirtelen átfutott az agyamon, hogy hát igen, nem így szoktam tanulmányozni és keresni az Úr igének a válaszait, a kérdéseimre, de akkor elkezdtem olvasni. Hát ha már erre tekintett a szemem elsőnek, és egyszer csak azt olvasom, hogy keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a halálnak. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Személyes üzenetként fogadtam. Igen, az volt. Nem haltam, meg meghalhattam volna. De azóta is már most, 18. éve, hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Az Úr beváltotta az ő ígéretét, hogy meddig tart, nem tudom. De visszatérve, testvérek, nem egyszer kerülhetünk ilyen helyzetbe, mint a Zsoltár író életünk folyamán, hogy talán igazságtalannak érezzük nagyon az életet. Igazságtalannak az Istent nem ismerők szerencsésebb állapotát, és talán igazságtalannak saját sorsunkat illetően az isteni gondviselést. Talán még kesereghetünk is ezen. Nem érdemes. Hogy Uram, miért? Nem érdemes. Mert újra meg újra rájövünk arra, hogy bármin kell keresztül menjünk, bármi történjen az életünkben, az Úr iránti szeretetteljes ragaszkodásunkat semmivel nem cserélnénk föl, ami van a világon.
mindennél többet jelent számunkra, ami örökkévaló, jóságos, Istenünk, Atyánk gyermekének lenni, mert ez jelenti egyedül az ember számára az örök biztonságot, hogyha akármi történik velem, legfeljebb meghalok, mert ez a legnagyobb dolog, ami élő emberrel történhet. De Jézus jön el hatalommal, dicsőséggel, és majd életre szólít. Nem is biztos, hogy meghalok, mert megélhetem az Úr eljövetelét, de úgy legyen meg, ahogy Te akarod, Uram. Én csak egyet akarok, hogy amit mondasz, hogy aki mindvégig álhatatos marad. És amikor jön az idő, hogy hirdetted igaz Isten országának evangélium az egész világon, bizonságon minden népnek, és az utolsó intő üzenet, ha élek, én csak ezek között akarok lenni. És tarts meg a te magad számára örökre azokkal a sokakkal, akiknek még bizonságot tehetek az életbe. Isten adja ezt a szemléletet mindnyájunknak, és végül majd ezt az áldott tapasztalatot az örök életre a Jézus Krisztus érdemei által. Amen.